Ezek a felvételek a Szekszárdi üzemben készültek, ami ma is Magyarország egyik legnagyobb gyára. A kormány támogatásának köszönhetően most lehetősége van az élelmiszeripari cégnek, hogy korszerűsítse vállalkozását. A sajtüzem bővítése azért is fontos lépés, mert a mostani sajtgyártó részleg már 30 éves. Az évtizedek alatt sokat fejlődött a technológia, így korszerű előállító csarnokra van szükségük. Ennek a fejlesztésnek a keretében megépül Magyarországon Közép-Kelet-Európa legnagyobb félkemény sajtgyártó üzeme, mintegy 20 millió kilogrammos kapacitással. Ez az üzem még további kapacitásfejlesztés segítségével 24 millió kilogramm sajt előállítására is alkalmas lehet. Jellemzően ma Magyarországon értékesítjük termékeinket, de ezzel a fejlesztéssel olyan minőségi előrelépést fogunk tudni megtenni, ami alkalmassá teszi majd termékeinket különböző környező országokbeli exportra is. Hatékonyabban szeretnénk működni, de ugyanannyi dolgozót továbbra is hosszú távon alkalmazni szeretnénk. A Tolna Tej Zrt. Egy folyamatos növekedésen esett keresztül az elmúlt időszakban. Míg korábban 3-4 évvel ezelőtt 130 millió liter tejet dolgoztunk fel, ezt követően egy lépcsőugrással 180 millióra ugrottunk fel, ma pedig 260 millió liter tejet dolgozunk fel. Jól látható a növekedés, nagyon dinamikus, és mindezt ugyanannyi 520 fő alkalmazottal oldjuk meg. Koller Attila azt is hozzátette, hogy csak Magyarországon megtermelt tejjel látják el az üzemet, ez a 260 millió liter tej az ország 13 megyéjéből érkezik. Nagyon fontos számukra, hogy kiváló minőségű alapanyagból dolgozzanak. Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke is jelen volt a szekszárdi üzem látogatáson, ahol elmondta, hogy az elmúlt évtizedek legnagyobb vidékfejlesztési programja zajlik idehaza, ami azt jelenti, hogy az előző 7 éves tervezési időszaknak mintegy háromszorosa az a pénzmennyiség, amit a kamara elkölthet beruházásokra. Fontos volt, hogyha az egész közös agrárpolitikát nézzük, hogy a két pillér, ugye az egyes pillér, ami a közvetlen kifizetések rendszere, és a kettes pillér, amit úgy hívunk, hogy a vidékfejlesztési program, hogy mind a kettőben meglegyen a lehetősége a magyar gazdálkodóknak, a magyar agrártermelőknek. Így aztán éltünk azzal a lehetőséggel, hogy a kettes pillérből csoportosítottunk át forrásokat az egyes pillérbe. Ennek az volt az oka, hogy a területalapú kifizetéseket azokat szinten tudjuk tartani, vagy inkább egy kicsit tudjuk emelni azoknak a volumenét. Itt a logika az nem ugyanaz lesz, mint korábban, hisz területnagyság, illetve az agrárökológiai alapprogram vonatkozásában éves vállalások miatt különböző hektár kifizetésekkel fognak majd a gazdálkodók találkozni, nyilván a saját döntéseik következtében. Ugye a kettes pillérből ugye áttettünk 25%-ot az egyes pillérbe, ezt nem szerettük volna, hogy elvesszen ebből a csomagból, ezért mi már 2018-ban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részéről elkezdtünk azért lobbizni, hogy a nemzeti társfinanszírozást azt érdemben emeljük meg, hisz az egyes pillérhez nem szabad, a ketteshez meg kötelező nemzeti forrást hozzátenni, és az előző 7 éves tervezési időszakban 17,5% volt a támogatási intenzitás, vagyis a hazai társfinanszírozás. Ez azt jelentette, hogy minden kifizetett 100 forintból 17,5 forint volt, ami Magyarországról érkezett, tehát a magyar kormány magyar büdzséjéből érkezett, a többi pedig az Európai Unióból. Most az éppen futó tervezési időszakban ez a trend, ez az arány, ez effektív megfordult, hisz most mindössze 20% az uniós pénz, és 80% a hazai. Magyarország négyszer annyi pénzt ad a gazdálkodóknak, mint amennyi Brüsszelből érkezik. Ez egyébként az adható maximum, tehát ennél az Európai Uniós jogi keretek között több pénzt nem lehet ebbe a programba beforgatni, és mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy olyan kormányzattal tudunk együttműködni, amelyik a lehetőségek teljes arzenáját kihasználva próbál a magyar vidéknek segíteni, és itt valóban akár az élelmiszergazdaság, akár a termelés vonatkozásában olyan lehetőségek nyílnak meg a forrásbőség következtében, hogy a közvetlen versenytársainkhoz képest el tudunk lépni, és valóban a világ szűk élvonalába tartozhatunk majd, és ez természetesen megjelenik majd a polcképeken, megjelenik majd a hazai vállalkozásoknak az eredményességében, a hatékonyságában, és hát nyilvánvalóan az ország teljes gazdasági teljesítményében. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, hogy bár Tolna megyében főként a növénytermesztés adja a mezőgazdaság fő tevékenységét, nem szabad megfeledkezni az állattenyésztésről és az élelmiszeripari termékek előállításáról sem. A versenyképességhez pedig elengedhetetlen a technológiai fejlesztés, amihez komoly anyagi források szükségesek.
Most a vidékfejlesztési pályázatok lehetővé teszik, hogy nagyot merjenek álmodni mind az állattenyésztők, illetve mind az élelmiszeripari feldolgozók, ugyanis Magyarország kormánya a nemzeti forrásból gyakorlatilag megháromszorozta az Európai Unióból érkező forrásoknak az alapértékét, így több ezer milliárd forint fejlesztési forrás fog bekerülni az élelmiszerfeldolgozásba. Ez azt is mutatja, hogy a korszerű technológiai fejlesztéseken keresztül versenyképes vállalkozások alakuljanak ki, ahol magasabb bérszínvonalon, de mégis hatékonyan és jó árértékű termékeket tudjanak az üzemek előállítani. A kormány 18,5 milliárd forintnyi beruházásról és ennek eredményeként 1500 munkahely védelméről alapodott meg három nagy élelmiszeripari céggel, ezek közé tartozik a szekszárdi teüzem is.